Jó napot, kedves nézőközönség! Ami most következik, az nem más lesz, mint a Skyrim. Azért, mert hogy nagyjából 11-2 évvel ezelőtt az előző laptopomnál is Skyrimmal kezdtem el játszani, és most az, hogy új laptop van, és legalábbis újabb, most is Skyrim fog következni, de nem csak egy ilyen nosztalgiajutatás lesz, hiszen az Anniversary Edition-t használjuk, ami a 10. évfordulójára jött ki a játéknak, megtoldva viszonylag sok moddal, ami viszont hű az eredeti játékhoz, szóval semmiképp nem lóg ki a Skyrim-os látványvilágból, sztoriból. Szerintem így jobb lesz. Bár kicsit sötét van. Végre felébredtem. Ralov hozzánk beszél. Ezek szerint megpróbáltunk átlógni a határon. Ez a Ralov, illetve itt ez a beködött szájú, az Ulfric, ők Stormcloakok, akik az északi lázadók. Lokir viszont azt mondja, hogy nekünk nem kellene itt lenni. Hát itt vagyunk. Most mondja a Ralov, hogy hát ez a bekötött száj az Ulfric Stormcloak, az igazi nagy király a Skyrimnak. Ez a Stormcloak ilyen dinasztia névad esetében. És a Lokir kezd rájönni, nem jó helyre visznek minket, hogyha egyszer ilyen emberekkel közösen van egy szekéren. Egy északinak az utolsó gondolata az otthona, és ez a Lokir nevű lókötő azt mondja, hogy erre a Rixetből jött. Rögtön az összes istenhez imádkozik, hogy segítsenek neki. Most mondja Ralov, hogy itt van General Tullius is, aki a birodalomnak a kormányzója, így felügyeli ezt az északi királyságot, Skyrimet. A Skyrimot úgy érdemes elképzelni, hogy a birodalomnak ilyen protektorátus, szóval Skyrimnak van rendben saját nagy királya, de ugyanakkor hát ugye a birodalomnak mégiscsak része. Igen, ez Helgen erődje, régen ezek a falak még biztonságérzetet ébresztettek benne, hát most már nem. Hát ez van, Ralov, változnak az idők. Nem tudok abba az irányba fordulni, hogy lássuk a kölyköt. Igen, itt néznek minket a helyiek, nagy érdeklődéssel. Megérkeztünk az utunk végére. Jó van, helyes. Valamikor meg kell érkezni. És hát ugye Ralov biztatja Lokirt, hogy bátran nézzen szembe a halállal, de Lokir csak nem akar bátor lenni. A birodalom szereti a rohadt listáit. És most mondja ez a Hedvár nevű birodalmi, hogy hát Jarl Ulfric. És Jarl Ulfric engedelemesen elvonul. Ralov of Riverwood. Ő is szépen elvonul, és Lokir Rorikstedből. Ő nem lázadó, bizonygatja hevesen. Halt! Halt! A hó! Nem. És hát nem jutott messzire. És most jön a karakterkreáció. Ki vagy te? És nézzük, ki vagyok. Igen, egészen ki vagyok. Jó, átugrottam nektek a karaktergyártás hosszas folyamatát. Végül is egy Breton női karaktert csináltam. Azért Bretont, mert
Szerintem ez egy érdekes választás a Skyrim világában, hiszen bretonok nincsenek elkötelezve se a birodalom felé, se az északiak felé, és egy viszonylag szabadon választhatnak, ha bár megjegyzem, hogy az északiaktól vannak sérelmeik. Ugye ők Skyrim, vagy legalábbis Skyrimnak a délnyugati részének az őslakói, ők amúgy a Forsworn-nak is. Szóval Forsworn-nak az itt élő verzióik alapvetően, bár vannak azért civilizáltabb bretonok is Skyrim világában. Az őseik között vannak egyaránt emberek és elfek is, emberek vannak azért többségben, valamennyire ez egy mágiára optimalizált faj, alapvetően mágiában fogunk utazni, megsugom, tehát ezért egy jó választásnak tűnt mindenképpen. Mindenképpen egy boszorkányosan kinéző női karaktert akartam, egy picit legyen ijesztő, nézzen azért ki jól. Játék közben elég sokszor fogjuk őt látni, tehát nem mindegy, hogy mit nézegetünk, és én vele elégedett vagyok. Itt azért így elnevezzük a karakterünket, és legyen a neve Cicelle, Szentgyörgyi Cicelle után, aki luxemburgi Zsigmond idejében, amikor ugye összecsapott a törökökkel, Galambócnál vezette a Dunai flottillát, az első magyar női admirális után, tehát jól van. Dragonfallból jöttél, Britton? Nem vagyok rajta a listán, nem végeznek ki mégse? A kapitány szerint felejtsük el a listát, úgyhogy végezzenek ki engem. Hát ennek a nőnek kőből van a szíve. Kövessem a kapitányt, cserébe leveszik a fejem. Jól van, akkor követem, ellenállhatatlan ajánlat. És itt vannak a birodalom nagyjai, General Tullius, szemben Ulfric Szomkrokkal. Télios mondja, hogy hát sokan hősnek tartják ezt Ulfricot, de hát Ulfric megölte az előző nagykirályt. Megjegyzem, ezt amúgy egy normál párbaj keretén belül tette, szóval annyira nem illegális az északi szokások szerint a megölése, de hát végül is Tommy megölte. És közben már hallunk hangokat. Ló megcsóbálja a fejét. Közben az Archive papja mondja a kis mondókáját, Stormcock papja Talost követik, szóval nem nézik ezt jó szemmel. A fickó türelmetlenül várja a lefejezését, igen. És a kapitány így gyengéd erőszakkal, mint nem is tudom, mint kőműves kelemen, a kőműves kelemednét a mézbe így lefekteti, majd kevésbé gyengéd módon a hóhér is elvégzi a dolgát. Valakit nagyon nincs megelégedve a birodalmiakkal. Sholof mondja, hogy ugyanolyan bátor volt halálában, mint életében ez a fickó. Igen, és a fickó jobb oldalon hallja a sárkány hangját, csak az összes többit nem hallja, vagy legalábbis többit nem érdekli. Ugye, hogyha a birodalmat válaszolnánk, akkor ő lenne az első haverunk, de hát attól még, hogy ilyen barátságos, azért mégiscsak végignézni a kivégzésünket. Ellenben Alduin, talonyt a tején a sárkány. Nem. Amúgy nagyon epik Alduin. Ugyanilyen epik, mint volt 11-2 éve. No, szedjük össze magunkat, gyerünk. Oké. Okay. De szép. Kövessük a Rolofot toronyba. Előbb még nézzünk ki. Tök jó. Kicsit megsérültek a fiúk, lányok. Hol van a... Itt az Ulfric.
Nem tudunk beszélni, nem tudunk. Meg van kötve a kezünk, úgyhogy nem tudunk beszélni. Akkor a Rolfot követjük, felmegyünk a toronyba, és akkor itt kell... Ja igen, itt az Alduin bekapogtat. Igen, aztán átugrunk ebbe az épületbe. Onnan bele. Jó. Siker. Jó. És itt van Hadvár, ami nem annyira barátunk. Aki a barátunk. A sárkány tényleg kinyírna minket, hogyha sok elidéznénk. Úgyhogy annyira nem fogunk. Csak mérsékelten nézünk körbe. Nos, menjünk viszont, nem várunk senkire. Jó, itt is kell jönnie. Igen, jól emlékeztem. Irodalmi fickó nem fél tőle annyira. Nincs túl jól. Mi se vagyunk túl jól. Egy picit tartsuk jobban a tempót, hogy bajunk legyen. Itt birodalmi battle mage-ek itt osztják a áldást, meg egy ijász is. Nagyon helyes. Az a hölgy sincs jól, és akkor fussunk a kapu felé. Nem a kapu felé kellene futni, hanem erre. Igen. És itt van Rolof barátunk. Rolof, elnézést. És összevesznek a Hardvárral, és akkor most választhatunk közülük. Hát egyértelműen nem azzal megyünk, aki továbbra is rabnak hív minket, hanem megyünk a Rolof-fal. Ja, közben meg az Alduin már ott kint pofázott. Oké. Végre beértünk ide. Na, oldozz ezzel esetleg, dicsőséges szakálladdal. Jó, nem kell parázni. Tudom, ijesztő volt a sárkány, meg végidők, meg minden. Igen, pontosan erről beszélek, mi szedd le a... Igen. Azt mondja, hogy szedjen fel ennek a felszerelését, hát... Nem tudom, felveszük a kis csatabárgyát. Felszerelésére olyan nagyon nagy szükségünk szerintem egyelőre nincs, majd nézünk valami jobbat. És akkor ezt a bárdot mondjuk beállíthatjuk a kedvencek közé. És amit még beállítunk a kedvencek közé, az így a kezdeti mágikus képességeink közül a hát lényeg minden lángok, a gyógyítás és a familiárisnak a konzsurálása. És akkor egyesnek beállítjuk a gyors villanyzeten a lángokat, kettesnek a gyógyítást, hármasnak mondjuk a konzsurálást, és négyes legyen akkor a baltánk. Jó. És akkor... Nézzük meg, hogy mennyire nézünk ki coolul. Picit gyenge a megvilágítás. De szerintem egész jól néz ki a csaj. Ja, oké. Nos, akkor... Hősnőnk kell, itt az ideje, hogy lecsapjunk a birodalmiakra. És... Jó, kevés a mágiánk, ugye mindenféle kis oktatást próbál adni ilyenkor a játék nekünk. Szerintem a könnyű páncélt fogjuk szeretni, ha elvesztük mondjuk ennek a birodalminak, könnyű páncélzatát.
Ja. Hát elég hülyén áll a kard hüvelye. Ennek nehéz páncélzata van, ezt nem veszük el alapvetően, mert ugye semmi szükségünk ilyen nagyon-nagyon nehéz dolgokra. Hát a sisakot talán elveszük, ugye, hogy ami egy értéket képvisel, az abból vigyünk. Legyen mit eladni. Amint a nehézségi szinttel tudunk kezdeni valamit, azt megnézzük még most. Nem tudom, hogy itt az elején expertem van a nehézségi szint. Szeretjük, de legyen master, legyünk kemények. Aztán, hogyha túl sokszor halok valahol meg, akkor lehet visszaváltok expertre, mert ugyan nyilván az, aki abban van a kihívás, hogyha nagyon nagy nehézségi szinten toljuk, de a nézhetőséget lehet, hogy csökkenti. Jó. Oké, Ralofnak is jutott egy pici. Na. Jó, egy picit megtoldottuk a baltával, de amúgy elmondhatjuk azért, hogy a hősnőnk olyan jól nézett ki, hogy lángra lobbantak tőlük. Közben ami érték, és azt elvesszük tőlük. Itt ugye a súlynak, meg az értéknek a szorzóját érdemes nézni, szóval ami könnyű és értékes, az a legtutibb. Elteszik azt a bort is. A bort szeretjük. Ez a Survivor mód meg bekapcsolva lesz, szóval tudunk majd éhezni, meg ilyesmik. Közben így mindent, ami úgy potenciálisan értéket képviselhet, azt elteszünk, de hogy annyira nem fogunk bagarászni, hogy tényleg minden vackot átnézzünk, mert az nagyon lelassítja a játékot. És erről jöttünk, kiváló tájékozódó képesség, igen, ó, igen, és azt a hordót meg kéne néznünk állítólag. Begyűjtjük az összes mindenféle potikat. Itt is egy poti. Oké, okay, igen, igen. Megyünk tovább. És elérkeztünk a kínzó terembe. Oh, még több Stormcloak. És meg is van. Tehát tegyük a buszokány. Oda se férek. Jól van, ezt elintézték. Hát én köszönöm, hogy elvettétek előlem a XP-t. Van egy ilyen fegyverkamra, hogyha akarnánk, akkor innen mindenféle cuccokat tudnánk, hát nem tudnánk választani, valamire azt hittem. Itt egy könyv. A birodalom története az annyira nem érdekel minket. És hát érdekel a története, csak most nem. Most nem az a lényeg. Ja igen, itt az első zárunk. Hát... játszik könnyedséggel. És itt van egy mágusnak a teteme. És tőle el is szedjük a ruháját, és szerintem ez lesz az, ami így... leginkább nekünk való lesz. Nézzük csak. Volt itt egy könyv is, ezt megtanuljuk. Oké, okay, és akkor a ruhák közül felvesszük ezt a Mage Robot. Novice Robot, mindegy. Van ennek hoodie-ja is, ezt szerintem nem vesszük fel, mert... na. Nem azért dizájnoltuk meg így a hajunkat. Jó, így, feltehetjük, jó. És akkor menjünk, csak
Olvassuk. Oké, fosztogassunk, ne fosztogassunk, ne fosztogassunk. Nos, törjünk bátran előre. Jelen beállításaim mellett beltéren megközelítőleg 60, kültéren pedig ilyen 30 FPS-t tudunk. Nyilván az egész 30 FPS-re lesz lerenderelve, szóval ez gondolom nem fog meglátszani. Ügyesek voltatok. És egy szerzünk egy nyilat. Jó. Ezt is favorizáljuk. Favorizáljuk. Ez legyen az ötös. Jó, és menjünk tovább előre. Vannak még birodalmiak? Csak annyira nem akarom kinyírni a sajátjaimat is. Van egy kis üzemanyagfolt, azt nem akarom begyújtani, mert jó eséllyel a sajátjaimat nyírnám csak ki. Vegyük elő a bárdot, mert nem akarom megölni azokat a szerencsétleneket. Jó. Még elég sok mindent elbírunk, úgyhogy lehet, hogy bezsákolunk jobban a felszerelésből, mert ugye azt el lehet adni. Legalábbis a könnyű páncélokat elrakjuk, a nehéz páncélokat nem. Ja igen, itt nyílik a csapóhíd. Pók. Lapakodunk és lapakodásból lövünk. Az kivételesen egész jó kilkem volt. Alapvetően amúgy nem ilyen karakter szándékszunk csinálni, de azért is nem Kelevézia lett a csaj neve, hanem Cicella, mert hogy ugye egy ijászunk, Kelevézia néven már fut a izében a Enderálban. Majd az Enderált is lehet, hogy folytatom, csak ugye egyszerre nem tud fellenni az alapjáték. Meg a normál játék is, és nekem most a normál játék szólt kedvem, és közben pókok, 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 pókok. És csipnek, csipős pókok. Igen, érzékelem, hogy kevés a heltem, és alacsony az álló képességem, ez mondjuk azért van, mert ilyen borjú méretű pókok haraptálnak, igen. Kicsit elfutunk előlük, felveszünk egy jobb pozíciót, és bízunk benne, hogy Ralófök kinyírják, nem sürgősen. Ralóf is, mintha gyengélkedne. De kinyírta, kinyírta, jó. Kicsit gagyi volt, ahogy felvettük a harcot a pókokkal. Ja, majd a későbbiekben ezzel a pókmérges cuccal meg be tudjuk kenni az összes felszerelésünket. Itt egy medve.
Azt mondja, hogy ne dühítsük fel, inkább csak osonjunk el. Én meg amondó vagyok, hogy nem osonunk, hanem végzünk vele. Kettő. Még a gyors pillentyűimet meg kell tanulni. De végig is ahhoz képest, hogy milyen régi játszottam ezzel a játékkal, azért eddig nem rossz, mármint eddig nem haladok rosszul. Jó, hát itt van a Raluf is persze, aki mindent megold. És itt az alagút vége. Ja, és bekapcsoljuk a túlélő módot. És itt a sárkány. Picit elbújunk. És megcsodáljuk a karaktert. Szerintem egész. Raluf, beszélni akarok veled, ne fuss el. Raluf! Itt beálltam az aurájába, de nem baj. Gerdurral kell beszélnünk Riverwoodban, az a testvére ennek a Ralofnak. Talán tud segíteni. Azt mondja, hogy menjek Windhelmbe és csatlakozzak a felkelőkhöz. Ulfric majd megmondja, hogy mi a tuti. És akkor kérdezzük meg, hogy miért gondolja úgy, hogy csatlakozzunk Ulfrichoz. Damn right. You don't have to be a Nord to fight for Skyrim's freedom. You should come to Windhelm with me and join the fight to free Skyrim. You've seen the true face of the Empire here today. Azt mondja, hogy láttam ma a birodalom igazi arcát, hát igen, ki akartak végezni. De ettől függetlenül még ez a Stormcloak birodalmi ellentét mélyebb. És éhesek vagyunk közben. Át kell gondolnom. Megérti. Nem szükséges most döntenem. Hát azt mondja, hogy Skyrim megérdemli, hogy önálló legyen. Na, még valamit tudunk dumálni. Még mindig nem tudja elhinni, hogy látott egy igazi sárkányt. Megkérdezem tőle, hogy miért akarták kivégezni. Azért, mert ő volt maga Ulfric Stormcloak. Nem fordítok túl sok figyelmet a jelenlegi eseményekre. Igen, mondták, hogy akkor kaptak el, amikor átszöktél a határon, de Ulfricról, meg a Stormcloakokról hallanom kellett volna nyilván. Kik azok a Stormcloakok? Hát igen, ezt Cyrodiilben is hallanom kellett volna a Skyrimban dőlő háborúról. And paying for the Empire's decadence with our taxes. Ulfric is our rightful High King. Ulfric szerinte, hogy az igazi nagy király, és hogy a birodalomtól függetlennek kell lenniük. How did you end up as imperial prisoners? Hogy kerültetek birodalmi fogságba? Raluf Ulfricnek a törzségében volt, és ebben a Darkwater átkelőben, Ismarkban. Hát rajta ütöttek a birodalmiak, nagyon nagy túlerőben voltak, legalább ötszörösben, és Ulfric azért, hogy ne halljanak meg mind megadás mellett döntött, ami után persze mindegyünket lejövöltek fejezni. Ahogy hitték, hogy Cyrodiilbe viszik a birodalmkodóját, de csak Helgenbe vitték őket kivégezni. Kérdezzük meg, hogy a sárkány zöld rám volt, kérdezzük. Was that dragon on your side? What? Oh, hardly.
Alig ha nem hinném, hogy akár Ulfric elő tudna húzni a zsebéből egy sárkányt. Jó, és akkor szerintem ennyi volt a bájcsevej. Jó, akkor... Igen, fáradtak is vagyunk, jól van. Az éhséggel tudunk kezdeni valamit, valami kaját gyűjtöttünk be. Hát por. Ígyunk egy bort. Nem fussunk tovább. Igen, tudom, mondtad már, hogy csatlakozzak a szabad Skyrimért folytatott harcokhoz. Közben elérünk ezekhez a kövekhez? Hol vannak? Valahol itt. See that ruin up there? Bleak Falls Barrow. Never understood how my sister could stand living in the shadow of that place. Well, erre kell legyen. Oh, igen, itt levágunk. Remélhetek nem törik ki nyakunkat. Igen, itt vannak az őrzők kövei, amik közül jól választani fogunk egyet, a mágusét. Van egy tolvaj, egy harcos és egy mágus. Mi mágusok akarunk lenni. Azt választjuk. Igen, ezek az őrzők köveik. Hát nem akarja megítélni, hogy ez jó-e vagy rossz-e, de mindegy, ezt választottuk. Na, és ezt a bányát meg fogjuk látogatni, ezt ugye általában szerintem a legtöbben meglátogatják, így a Skyrim végigjátszások során. Lényegében azért, hogy amikor Riverwoodba mennek, akkor már úgy ne a nulláról kezdjenek. Egész jó pozícióba sikerült kerülnem. Igen, voltam benne biztos, hogy egyáltalán ide találok. Mármint, hogy ilyen könnyen. Hol vagy? Na, és egy igazi kacsit bandita. Egy macs bandit. Egy macska bandita. Itt van a jel szerint. Jó, örköljünk oda. Ha, majdnem eltalált minket, de csak majdnem. Hát, bocsi cica. Jó. Milyen a páncélja? Ja, igen, itt látszik a kockás hasa a hősnőnek. Jó. De szerintem visszaváltunk a mágus ruhánkra, mert egyszerűen már mágusként toljuk, azt hasznosabb lesz. Később majd enchantalunk persze jobban kinéző cuccokat. Egy kis csapda. Olyan szinten emlékszek dolgokra ebből a játékból, hogy már elégedek magamtól, mert úgy tényleg régen játszottam. Igen, van kint egy őr, és ott az a csapdácska is. Hát azzal nem sokra mentek. Jó.
Na, jöttök? Jó. Hát élete volt egy fellángolás. Oh, van nálak is ennivaló. Ennivaló. Oh, megettük a halát, most már jobban vagyunk. Hol a másik? Ja, az itt már kinyúlott. Jól van. Biztos aktiválták a saját csapdájukat. Jó, és akkor szerintem megoldjuk a másik központi problémát is, most, hogy egy ellenségekkel teli barlangba vagyunk. Találtunk egy hálózsákot, ahol tud aludni 4 órát, ami után friss lesz és ide. Jó. Oké, igen, ott vagyunk már, kipihentek. Tesszük ezt a bort. Jó, annyira ne zsákolgassunk mindenféle cuccokat, mert semmi értelme. Gyertek, 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 gyertek. Most ide gyertek. Picit eltalált a széle, de csak a széle. És egynek annyi, de nem, még nincs annyi. Bár ugye a tüzék még utána is, hogy eltalálom. Ezt előre, és most. Easy beasy. Elég jól manéver ezek amúgy. Ugye itt nyertem ki a másikat, igen. Még lehet az előző. És már nem veszünk fel minden vackot, mert cipelnünk is kell. Szóval korlátozott a szállítási kapacitásunk. Ja. Eddig jók vagyunk. Eddig egész jók vagyunk. Ott ül a néni, vagy bácsi. Jó, és nem tudtunk átlőni a rácson. Eltaláltuk. Jó, fordítva. A gyors billentyűket meg kell tanulnom. Lassan. Jó. Pajzsot nem fogunk használni, az nem a mi stílusunk, és még több bor. Igazi borkereskedés nyitunk majd a végén. Na nézzük, mi van a csesztjükben. Van egy elég drága pajzs, ezt vinnünk kellene. És van egy ilyen Restoration Spell erősítő korona, azt fel is vesszük mindjárt, és van még egy ilyen drága izé, és túl sokat cipelünk, erre lehetett gondolni. Akkor felvesszük a fejünkre ezt a koronát. Eldobjuk ezeket a... hát a nehéz dolgok közül valamiket el kell dobni, biztos. Eldobjuk a páncélokat, előjük azt a tunikát, és még dobunk el páncélt. Jó, súlyban vagyunk, helyes. Innen begyűjtjük a mindenféle cuccokat. Vagy a hordókat nem fogom már kurkászni, mert na, idő. Akkor itt volt egy könyvünk, ugye? Ezt megtanuljuk. Ja. És megyünk tovább. Nyomunk azért egy gyors mentést.
Oké. És akkor legyen mondjuk egy hármasunk. Ezt ott lenyilazzuk, azt a valakit. Eltaláltuk, nagyszerű. Még valakit. Jöp. Jöp. Ó, mekkora kardja van? Ajj. Kaptok lángot, sok lángot, és most elsúrlunk mellettetek. Átúszunk ide, rendbe hozzuk magunkat. Hol lesz ez? Baltával megyünk, mert ugye most nincs túl sok mágiánk. Jöp. Picit elfognak minket náspángolni, úgy nézem. A kamera érzékenységen is kéne állítanom, majd úgy elég gyorsan forduljak meg. Jó, ugorjak le már. Erősítünk, ott rohangásznak a hiék. De mindjárt leérnek. Jó, fussak. Jupp. Itt egy kis hátrébb vonulunk, ez az. Jaj. Jó, ennek neki futunk újból. Előző az nem volt kánon, de most, hogyha sikerül, akkor ez kánon lesz. Használjuk a nyilunkat, illetve itt pedig használjunk egy familiárist. Tehát idézzünk meg egy familiárist, kezdjük mondjuk azzal. Ez leszívja a mágiánkat egy picit, de eleinte úgyis nyilat használunk, és ne gondíts ennyire. És addig remélhetőleg helyre jön majd a nem kis női gladiátor verseny. Én női karakterem, aki ellen látok egyet. Karakter ellen. Mozog. Mozgásból nehéz eltalálni. Tehát gyönyörű volt. Találjam már el, rendesen, azért. Jó, és itt már jönnek a köcsögök. Ugye elég ilyen női gladiátor verseny, mert ők is ketten nők, az én karakterem is, sokat pafázok, jobban nagy, ha menekülnék. Nagy kardja van a nénének. Kevés mágiám. Gyorsan elúszunk ide. És ha van potink, akkor jól bepotizunk. Viszont be sok-sok mágiát. Jó, egész rendbe jöttünk. Épp csak mágiánk nincs.
Egyiket már megsebeztem. Nem kicsit nagyon. Vissza a szigetre. Balta a kézbe. Ezzel talán már el tudunk bánni egy kis szerencsével, nem? Sajnos nem. Egy. Jó, megvagy. Kettő. Oh. Nem volt könnyű. Továbbra is rohadt sötét van ebben a barlangban. Jó, azt, hogy nyilván az ENB mod teszi, de hát tudom, még sötét van. Na, itt egy kis kaja. Ezt tegyem el. Bor. Ez ijászok. Ó, milyen pontos fejlövést hittem be. Kis csontos jelzőzék. Ott van egy kis vasért. És ennyi volt. Most elkocogunk még szerintem Riverwoodba. Ebben hideg van, meg minden. Itt is van. Igen, egy picit gyorsabban kocogunk, szóval van egy ilyen kis gyorsításos mód, hogy haladjon a játék. És itt vagyunk Riverwoodba, megérkeztünk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, innen fogjuk folytatni a viszontlátásra.